Sziasztok, ez itt a Ninja Kés, benne a Boruto manga 64. fejezetével. Nagyon jó fejezetet kaptunk, és kiderült, hogy hogyan láthattuk úgy Borutót, hogy közben Momosik is volt a kinézete. A látvány lenyűgözőre sikerült, az akciók alatti harci tervezettség pedig rendkívül kitett magáért. A Hokage fiának a keménykedő stílusa tovább fokozódott, ami ismételten megosztottságokat teremtetett, azonban jól jártunk azzal, hogy Kawaki is csatlakozott a harchoz. Kód ismételten mondott valamit az Otsutsukikkal kapcsolatban, amitől nagyon jó hangulat kerekedett ki, ráadásul jobban kitértünk a szíjas karom képességére is. Eida utalásokat adott arról, hogy esetleg ismerheti jobban Momosikit, míg lehetséges, hogy Kód jóval erősebbé válhat a jövőben. A legnagyobb durranást Narutónak a remete módos felkészültsége jelentette, amiért lehetséges, hogy ismételten meg fogja mutatni a hősünk ennek a formának az erejét. Viszont elcsíphettünk érdekességeket is, amik miatt teóriák ébredhetnek a rajongókban, és pont ez adja a nagy kérdést arra, hogy be fog-e újítani Naruto a remete módjával. Ahogy Boruto nézett a megjelenésével, a rajzolás bombasztikus volt és olyan átható kisugárzása lett, mintha nála lenne a legnagyobb hatalom. Benne lehetett volna az is, hogy mégis Momosiki irányította volna a testet, és azért nem lett volna galiba, mert segíteni szeretett volna Kódnak a legyőzésében. De azzal, hogy tényleg Boruto használja a Momosiki erejét önállóan, bejött a teóriánk, és olyan helyzettel állhatunk szemben, mint amikor Naruto az elméjében legyőzte a Kyuubit, és elszívta a csakráját. Vagy olyannal, amikor Naruto a vörös csakrát használta a Kyuubitól, és ezáltal mégse beszélhetünk olyanról, hogy mondjuk a hősünk és Momosiki között szövetség alakult volna még ki. Ha viszont egyszer Momosiki és Boruto tényleg barátok lesznek, egy Kurama Link módra hasonlító formára nagy esély lehetne, de olyan forma is létrejöhetne, ami a Jubis madarát és a Jubis Obitót követné. Az is érdekes lehetne, ha Momosiki az erejével csábítaná Borutót, mint ahogy annó a Kyuubi tette Narutóval. És minél többször használja a hősünk az Otsutsukis erőt, Momosiki annál könnyebben uralhatja Boruto testét, és ezzel lehet, hogy a karma terjedését is jobban elősegítheti. Viszont esélyes, hogy a sok erőmerítés miatt nem is lehetne szüksége Momosikinak arra, hogy újjá születhessen, és arra se, hogy a karma befejezze a feladatát. Elvileg a karma azért van, hogy a gazdája újjászületését biztosítsa, de lehet, hogyha a tároló önként használja az adott Otsutsukinak az erejét, ugyanazt éri el, mint amit a karma szeretne. Így pedig az újjászületés akkor is végbe mehetne, ha mondjuk a karma eltűnne Borutóról. Ugyanis az érződik, hogy Momosiki nem teljesen olyan módon szerezte meg a Hokage fiát, mint ahogy Isshiki eddig csinálta a tárolóit. Erre Kód is felhívhatta a figyelmünket, amikor megjegyezte, hogy Boruto úgy használhatja a Momosikinak az erejét, ahogy egy tárolónak nem is lenne szabad. Igaz, hogy Jigen és Kawaki is meríthetett Isshiki hatalmából, sőt még az Otsutsukis formát is elérhették, de Jigen és Kawaki között eltérést mutattak. Jigen úgy tudta Isshikinek használni az erejét, hogy az Otsutsukin közben ott volt benne összezsugorítva. És így ez olyan volt, mintha Jigen egy báb lett volna, ezért éreztették azt, hogy Jigennek nem is volt szabad akarata. Vagyis egy tároló igazából csak akkor tudhatná teljes mértékben kihasználni az Otsutsukinak az erejét, ha ugyanúgy kapcsolatban van az adott Otsutsukival, mint ahogy egy Biju a Jinchurikivel. Az pedig, hogy Kawaki használhatta Isshiki erejét, lehet, hogy nem is a karma miatt volt, hanem azért, mert a hősünk az egyetlen személy, aki tökéletes örököse lehetne Isshikinek. Ezzel Boruto is a tökéletes örököse lehetne Momosikinek, ráadásul lehetséges, hogy ők ketten már előrébb is tartanak, mivel úgy érződik, mintha Momosiki közben Bijuként is megszállta volna a Hokagénak a fiát. Ezért kerülhettek ilyen erős kapcsolatba, és ezért érhette el azt Boruto, hogy fogyasztott Momosiki erejéből. Ha ez közös beleegyezéssel történt, akkor ez még inkább fel tudná rázni a kedélyeket, ráadásul így megkaphatnánk azt a jelenetet, ahogy Boruto a saját elme világában beszélgetne Momosikivel. A szarvak hiánya arra utalhat, hogy több erőre lenne szükség a kinövésükhöz, ám a csata alatt ez könnyen megvalósulhat. Érdekes téma lett, hogy elvileg Boruto Amado gyógyszerei miatt tudta megőrizni a tudatát, mi alatt használja a Momosikinak az erejét. Vagyis a pirulák lehet, hogy valóban elaltatták az Otsutsukinkat, Boruto pedig ezt kihasználva lopott az erejéből, amivel még inkább igazzá válhatna a Momosiki Bijus élete.
Sokat sejtetőként jöhetett le az a számunkra, hogy úgy jött le, mintha Ada féltené Kódnak az épségét, és ezáltal tartana attól, hogy megjelenik az igazi Momoshiki. Ha Kód ugyanis olyan erős, hogy nem lenne esélye ellene a mostani Narutónak és Sasukénak se, akkor nem kéne félnie attól a Momoshikitől, aki elintézte Borót. Mivel Kód is akkor ilyen egyszerűen győzhette volna le az egykori karatársát. Így vagy arról van szó, hogy felerősítették a Momoshikis Borutót, és ha most megjelenne, Kódot is eltiporhatná. Vagy minél tovább marad Momoshiki az irányítóvá, annál erősebb lesz Borutónak az Otsutsukis formája, és Ada egy hosszabb harctól tarthatott. A hősnőnk viselkedése árulkodó lett, amiért ilyen meghajlóságot sugárzott, így esélyes, hogy ismeri Momoshikit. Ami lehet, hogy a képessége miatt van, és ezáltal a hősnők megnézte azt a múltban, hogy az Otsutsukink miket művelt. Vagy Ada találkozott is már vele, és úgy került kapcsolatba Ishikivel, hogy két kapura játszott. A Boruto vs. Kod harc nagyon kitett magáért, mert nem csak a testi erő volt rendesen kihasználva, hanem közben a képességekre is nagyon ügyeltek. Amikor Momoshiki elintézte Borót, akkor is megvolt a testi erő, így jó, hogy Boruto is megkapta, és jól is nézett ki az, ahogy Kód lába felsúrolta a földet. A klónok bevetése is ötletesnek számított, hiszen ezáltal a hősünk egyszerre több oldalról tudott támadni, ráadásul közben a trükközések rajzolása is jól sikerült. Viszont érdekes lett, hogy nem szabadult el olyan nagy erő, mint az óriás Rasengan Boró ellen, ami azt jelentheti, hogy Boruto nem vett még el annyi energiát Momoshikitől, hogy csinálhasson egy olyan nagy jutsut. Pedig egy nagyobb kiterjedésű támadással több karomjelet tudott volna elérni, és ezáltal kiderültett volna az a számunkra, hogy el lehet-e pusztítani a karomjeleket. Kawaki elmondás alapján arra világítottak rá, hogy a jelek fizikai állagúak, vagyis ha Kód akarja, kemények is lehetnek, mint a fém. És ki is mondták, hogy a vére mellett vas is van a jeleibe, ezért láthatjuk szíjas karomhatásúaknak a jeleket. Az érződik, hogy csak általa válnak dimenziósá, így ha egy kívülálló megérinteni őket, lehet, hogy keménységet tapintana. A képesség eddig is látványos volt, de most olyan hatásokat tudtak vele elérni, amivel nagyon fokozták az élményünket, és olyan trükköket láthattunk, ahogy Boruto próbálta kikerülni a karmos támadásokat, mintha túlmentünk volna időn és téren. Igazzá vált az, hogy Kód bármelyik jelében utazhat, mert így cselezte ki Borutót is, ezáltal pedig a képesség még jobban a negyedik Hokage erejéhez viszel minket. Megragadó lett, amikor az ellenség csak úgy kinyúlt Borutóból, mert nem csak a látvány volt nagy, hanem közben az ijedelmet is nagyon jól kifejezték, ráadásul egy ilyen helyzetet nem sokan védtek volna ki. Volt olyan is, amikor Kód beleugrott Borutóba, és így nem csak a látvány lett elsöprő, hanem az izgalom is, mert a gyors reakción volt a hangsúly. Nem várhattuk el, hogy Boruto kivédje a jelölés, de eléggé valósnak hatott volna az, ha le akarja venni a ruháit, mert azt hitte volna, hogy ezzel megúszta volna az érintést. Ám az is kérdéses, hogy Kód a jelei nélkül mit kezdett volna vele, vagyis ha el tudnák érni a jelek eltűnését, az ellenség fölénye lehet, hogy megszűnne. Ezt bizonyíthatja a számunkra az is, amikor Boruto és Kawaki közösen támadtak az ellenségre, és Kód nem merte azt megkockáztatni, hogy eltalálják. Van testi ereje, elvégre Boruto ellen is bírta, és akkor is szilárdan állt, amikor Kawaki a tenyerébe ütött. De mivel nem tudta elszívni a Rasengant, azt kell gondolnunk egyelőre, hogy a fehér karma még nem biztosít a számára elszívó erőt. Lehet, hogy ez így is fog maradni, ám akkor lennie kéne egy olyan adottságnak is, amit csak a fehér karma adhat. Hogy meglegyen az egyensúly a két karma típus között. Viszont arra is esély van, hogy Kód azért nem tud karmás elszívást, mert még nem ment végbe benne teljesen Ishiki öröksége, amire Ada is utalt. Ez pedig azt jelenti, hogy az vált igazzá, hogy még ki sem derült, hogy Kód mennyire lett erős Ishikinek az öröksége miatt, és minden, amit láthatunk tőle, az jelenleg még csak a saját erejének számít. Kawaki csatlakozása jót tett a hangulatnak, és jó volt, hogy nem omlott össze, hanem úgy támadott, mintha elfojtotta volna a Kód miatti félelmét. Kemény lett tőle a klón technika is, ami rajzolásban is jól sikerült, de az furcsának hatott, hogy Kód számára is ismeretlennek számítanak a ninjás technikák. Igaz, hogy a karatagok se éreztettek olyan sok ninjás trükköt, de Boró vírusa egy jutsu volt, míg Kashin Koji tiszta ninjásan verekszik, vagyis nem volt kiírtva a ninjás húzás náluk. Csak véletőleg nem tartották őket erősnek, aminek Ishiki is megitta a végeredményben a levét, hiszen egy egyszerű klón technika fogott ki rajta.
Így lehet, hogy Kódis Ninjának akar majd tanulni, hogy ne legyen hátrányban, és érdekes lenne, hogy ki lenne a tanítója. Hatalmas hatást keltettek azzal, amikor láthattuk, hogy Naruto elkezdte gyűjteni a természeti energiát a remete módjához, mert így valóra válhatott az, hogy tényleg csatába fogják őt küldeni. A hangulat elképesztő szintet ért el, mert úgy érezhettük, mintha visszarepültünk volna a Shippudenbe, amikor a hősünk Pain ellen készült. Shikamarunak az aggodalma érthetőnek számít, hiszen ismételten rávilágítottak arra, hogy Naruto már nem számíthat a Kyuubi erejére. Ám úgy érezhettük, hogy Shikamaru olyan gyengének tartja Narutót, mintha még ő is erősebb lenne nála, ami lehetetlen. Narutónak még normálként is le kéne győznie Shikamarut, hiszen a Shippudenben mindenkinél erősebb volt a kortársánál úgy is, hogy nem kellett volna használnia mondjuk a Kyuubi csakráját se. Amikor pedig elérte a tökéletes béka remete módot, a történet azt üzente, hogy ez olyan végső erőnek számít, amivel tényleg rendet lehet tenni a világban. Ez azóta változott, hiszen Madara megjelenése feltornázta az erőket, azonban a remete módok így is erősek maradtak. Sőt, amióta kiderült, hogy az Otsutsukik ellen is jók, ezek a formák ismét visszakerültek a nagy erők listájára. Amikor Hinata és Himawari kijöttek a házból, a hatás elsöprőre sikerült. Hatásvadászat is volt benne, mert szándékosan vezettek minket arra, hogy elénk táruljon a férjét féltő feleség hangulata, illetve az, amikor egy kislány aggódik az apjáért. A rajzolás szépre sikerült és jó volt, a szomorúságnak az átadása is, hogy a hősnőnk segíteni szeretne. De az nem lett jó az egyenjogúságnak, hogy Naruto felesége csak azért nem mehetett harcba, mert ő egy nő. Igaz, hogy jobban arról volt szó, hogy ha Hinata is menne, akkor félő, hogy a gyerekeik árvává lennének, ami lényegében Narutóval meg is történt, amikor elveszítette a szüleit. Viszont az is jelen volt, hogy Hinata erejét mutatták be kevésnek a mostani ellenségek ellen, de akkor Shikamaru is a halálba menetelt, és az ő családját mégse féltette senki. Hinata és a Byakuganos képességei azért még mindig jobbaknak számítanak, mint az árnyékfogó technika, kivéve akkor, ha a Shikamaru közben fejlesztette magát. Kérdés, hogy Naruto pontosan milyen formával szeretne csatlakozni a harchoz, azonban mivel ez úgy fest, hogy meg fog valósulni, bejött az a teóriánk, hogy láthatjuk még a remete módot egy harcban. Amikor menőn hátra nézett, hogy meglegyen a férfias megjelenése, akkor észrevehettük, hogy ugyanolyan jelzések kerültek a szemhéjaira, mint ahogy a Shippudenben, illetve az utolsó Narutós moziban láthattuk. Vagyis lehet, hogy ugyanúgy a tökéletes béka remete móddal fog küzdeni, és mivel hagyott hátra két gyűjtésben lévő klont, olyan taktikára számíthatunk, mint amikor Naruto és Pain harca elevenült meg. Ott úgy történt, hogy a klónok egy-egy nagy támadásra adtak energiát a hősünknek, ezért mondhatta azt Shikamaru, hogy a remete mód nem tarthat ki sokáig. Azonban a hatékonysága így is hatalmas, mert szó szerint egyetlen csapással tudta Naruto ártalmatlanítani a Pain klónokat, akik külön is harcolhattak a Kakashi szintű ellenfelek ellen. Így ha Naruto mégse fog beújítani a remete módjában, akkor is sok esélye lenne a győzelemre, mivel látszik, hogy Kód ellen hatásosak lehetnének a nagyobb támadások. Ráadásul most fog kiderülni az, hogy Naruto használta természeti energiát a teljes Kurama linkjében is anno, és ezért voltak plusz jelesek a szemei. És mivel úgy jött le, hogy ezt a remete módot elég régen használta, az lehet az igazság, mint amit mi gondoltunk, hogy a plusz jelek nem a remete mód miatt voltak a szemeiben, hanem a teljes Kyuubi ereje miatt. Ugyanis ezzel jelképezték azt, hogy Narutóban a teljes Kyuubi volt benne, és így volt tökéletes a Kurama link módja. Ahogy viszont elhangzott a kor bölcsessége megnevezés, ez egyből találgatásokat adhatott a rajongók számára, mert lehet, hogy nem biztos, hogy arról van szó, hogy Naruto azért tudja jobban irányítani a formát, mert már idősebbé vált. Mivel ezzel Jiraiyának is jobb remete módot kellett volna elérnie, elvégre ő 54 éves koráig merülhetett el ebben az erőben. És ha nem is volt ideje tökéletesítenie a formát a sok utazgatásai miatt, neki is hasznosítania kellett volna az idősödését a remete módjához. Ezért lehet, hogy számíthatunk egy új remete módra, ami erősebb lesz a korábbitól, és így Naruto olyan fejlettebb változatot ért volna el, mint amilyent Kashin Koji. Lehet, hogy Amado segített neki ebben, hiszen ugyanúgy ő adta Kashin Kojinak a remete módot is. Az eddigi tényeket nézve Hashirama remete módja látszik a legerősebbnek, amit ha Naruto használhatna, elképesztőt kapnánk, de lehet, hogy nem akarják bolygatni a múltnak az erőit.
Azt is elképzelhetjük, hogy Naruto a béka remete mód második fokára tudott átlépni, és ezzel az a találgatásunk válhatna igazzá, hogy ezeket a formákat is lehet fokozni. A változás pedig hosszabb tetkokban jelenne meg, mint ahogy Kashin Kojinál láthattuk, és így ő is a béka remete mód 2-ben volt ezek szerint. A kor bölcsessége az öregséget juttathatja az eszünkbe, ezért lehetséges, hogy Narutónak a lehetséges új ereje kiterjedhetne a testére is. És ezzel a teóriánk szerint egy olyan remete módot kaphatnánk, ami hosszú hajjal jelenne meg. Lehet, hogy olyan hajra gondolhatnánk, ami mondjuk válig ér, de olyanra is, ami elérné mondjuk a derekát, vagy még tovább. Ezzel jól kifejezhetnék a felhalmozott erőt, valamint a misztikusságot is jól át lehetne adni ilyen kinézettel. Vélhetőleg minőségesen rajzolnák meg, és a közben pakolnának hozzá egy démoni kisugárzást is, a hatás még inkább lenyűgöző lehetne. Akár a remete mód tetkóit is kiterjeszthetnék, és ezzel nem csak a szemhéjakon vagy az arcon lenne, hanem a testen is. Az is érdekes lehetne, ha valamilyen arcszőrzettel fejeznék ki a bölcsességet, és ezáltal a hősünknek lehetne egy rövidebb vagy egy hosszabb szakálla. Így elvileg egy szőke Mikulást kapnánk, de ha keményre csinálnák, ez is működhetne. Nem zárhatjuk ki a szarvaknak a megjelenését sem, hiszen Mitsuki is növesztett szarvat, amikor átváltozott a remete módjához, valamint Kabuto is úgy nézett ki, mintha egy sárkány lenne. És mivel Mitsuki olyan megjelenésre is szert tudott tenni, ami a Kurama Link mód szellemes stílusára utal, lehet, hogy Naruto is ilyen legendás állapotba fog kerülni. Azt is elcsíphettük a szavak mögött, hogy lehet, hogy Naruto mégse tudta megúszni teljesen a Barion módnak a hatását, hanem csak kitolta az idejét. Az animében kaptunk egy kibővítést azzal, hogy a Hokagénak nem lett baja, de lehet, hogy ez alatt olyan történt, amiről csak Shikamaru tudhat, mert Naruto nem avatott mást be. Megvan az esély arra, hogy a Barion mód csökkentette a hősünknek az élet erejét, és lehetséges, hogy Narutónak csak évei, vagy még rosszabb módon csak hónapjai maradtak hátra. Sasuke elvileg nyomozásban van Kód után, így nincs is jelenleg a faluban, ezért nem segíthet Narutónak, és várhatjuk, hogy hol fog akkor betoppanni. Esélyes, hogy sikerült megtalálnia az új karabázist, amivel megvalósulhatna az a sejtésünk, hogy találkozhatna Eidával. A fejezet végén bekeményítettek azzal, hogy Boruto fogáspróbát vívott Kód ellen, és közben a pózok rajzolása is mesésre sikerült. A csattanó pedig tovább tudta növelni az izgalmakat, mert Borutónak a rosszul léte arra utalhat, hogy nem tudta elviselni Momoshikinak az erejét. Vagy arra, hogy az Ōtsutsukink észrevette, hogy ellopták az erejét, és így Boruto engedély nélkül cselekedett. Az is lehet, hogy most fognak majd rendesen megegyezni Borutónak az elme világában, és így Momoshiki segíteni fog Kód legyőzésében. Vagy Momoshiki úgy veszi át az irányítást, hogy bemutatót tart majd, hogy hogyan kéne igazából használnia az erejét. Nagyon várjuk a folytatást. Ha nektek is vannak teóriátok Narutónak a lehetséges új remete módjáról, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is felejetek, szerintetek igaz lesz-e, hogy Narutónak csökkent az életereje a Barion mód miatt? Ez volt a Ninja Kés benne a Boruto manga 64. fejezetével, találkozunk a legközelebbi alkalomkor, addig is hellóztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.